Ez még mindig a zeneasztal, és most arról faggatom kedves vendégeimet, hogy mikor éreztétek azt a pályátok során, hogy jó úton jártok, hogy igen, jól döntöttem, nekem ez az utam. Ez egy érdekes dolog, mert ahogy mondtam neked, amikor elkezdtem az első hangszeremmel játszani, akkor azt vettem észre, hogy öröm van az emberek arcán, tehát olyan hogy így néztek, kis hülye gyerek, hogy milyen jó kurjázik. Nem tudom, csak mondtam valamit. Tehát a lényeg az, hogy azt vettem észre, hogy örömet tudok adni az embereknek a játékommal. És ez az idők során ez csak fokozódott, és természetesen a hangszert azt azért hagytam abba, mert az éneklés az egy sokkal közvetlenebb dolog. Uh-huh. Megirigykedtem mindig az énekesen, mert sokkal jobban tudott csajozni, mint hogy hangszerrel ott pikulázol, de amikor énekelsz, akkor az egészet, hát persze. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Persze. De a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokat számít az, hogy mit tudsz kihozni az emberekből. Tehát az, ugye az én műfajom az egy vidám műfaj. De attól függetlenül én már megsirattam embereket, amikor hagymát vágtam fellépés közben. Hát sose volt egy szomorú fickó, ezt én tanúsíthatom, hiszen azért mi találkozunk munkán kívül is, és amikor együtt vagyunk egy társaságban, azért te viszed a prímet, és ott is nem vágunk hagymát, de néha könnyesre nevetjük magunkat. Köszönöm szépen. Barbie, te mikor érezted, hogy jó úton jársz? Hát én megmondom őszintén, amikor engem a Tibi felfedezett, akkor rögtön engem így úgymond bedobtak a mély vízbe, mert első körben egy nagyon neves díjátadó gálán mutatkozhattam be rengeteg ember előtt, és az a fellépés volt az, amikor először éreztem azt a stenket, azt az adrenalint, azt a szeretetet, azt a mindent, hogy nekem biztos, hogy ez a pályám, és nekem ezt kell csinálnom. Főként azért is, mert ugye akkor még nem ismertek, de a fellépésem után rengetegen jöttek oda hozzám gratulálni, kérdezősködtek, és már akkor olyan szeretet vett körül az emberek részéről, olyan jó volt látni, amit Csocsesz is mondott, hogy tulajdonképpen adtam nekik valamit, és ezáltal ők is adtak valamit nekem. Te hova pozícionálod be magad a közönséget tekintve? Melyik az a közönség, nyugodtan mondhatunk, tolig életkort is, vagy 0-tól 99? Lehet ez is, és én tökéletesen elfogadom, ha ezt mondod, szerinted. Én azt gondolom, hogy az én közönségem az most bővül. Ugye eddig főként, mint említettem is, a tiniket igyekeztem megfogni, illetve ők voltak azok, akik érdeklődtek a zeném iránt. Most már inkább az én korosztályom is, tehát a 20 évesek is érdeklődnek, illetve már szerintem kezd kitolódni azért a középkorúak, illetve az idősebbek felé is. Uh-huh. Csocsász, az én közösségemnek sajnos kezd elmenni. Hova? Ez csak folyból, csak ezt nem tudtam, ezt a labdát nem lecsapni. De hát a Barbie bővül, az enyém pedig. Nem, hát ne haragudj. Idősebbek mindig lesznek, és én úgy gondolom, hogy azért az idő múltával az ember az szereti a könnyebb dolgokat, meg szívesebben fogadja be ezeket a könnyebb műfajokat, legalábbis én úgy gondolom. Igen, nagyon fontos dolog, hogy mit keresünk, ugye, mert aki szórakozni akar, az tudja, hogy milyen zenét szeret, hogy hová megy, és úgy, hogy a Barbie megfogja azt a fiatal réteget meg, akiknek szeretne énekelni, ugyanúgy én tisztában vagyok az, hogy engem miért szoktak hívni bizonyos helyekre, helyszínekre. Akkor van baj, amikor az embert olyan helyre hívják, ahol nem biztos, hogy te vagy a megfelelő ember, és az a kihívás, én azt miért szeretem. Miért hívtak a Zeneakadémiára? Voltam, én már ott többször is takarítani jártam annak idején, de nem, hát... De a klarinéttal simán mehetnél oda. Hát én tudom, hogy te jól játszol a hangszeren. Köszönöm szépen. Mehetnék, de én lennék ott a tizedik valaki. És én nem szeretek tizedik valaki lenni, én szeretek a valaki lenni. És ez volt az oka is annak egyébként, mert gyakoroltam volna még a világ, de kihalásos alapon megy a dolog mindenhol.
bármelyik zenekarba, és úgy gondolom, hogy azt az időt én nem vártam ki. A jó zenekarokban. Így van. Hát a jó zenekar, hát máshol nem is beszélek, mert rossz zenekar az volt rengeteg, tehát arról nem is akarok beszélni, mert annak nincs sok értelme. Tehát mindig a kihívás volt a legfontosabb dolog szerintem egy ember életében, meg az, hogy azt a közönség réteget megfogd, akik megtisztelnek azzal, hogy eljönnek egy koncertedre. Mert ennél nincs fontosabb dolog, hogy azokat kiszolgálni. Tehát ezért csak azt akartam mondani, hogy amikor kvázi nem egy olyan mulatos társaság volt, azoknak is tudni kell játszani, és azokat is le kell foglalni, és a végén pedig ők fogják megköszönni azt, hogy ott voltál, ha tudsz velük bánni. Ha nem, akkor utána vissza kell adni a staférunkat. Az biztos. Mögöttünk van egy év, 2013, pár napja léptünk át az új esztendőbe. Mit adott neked 2013? Mennyiben változott meg a zenei pályád, vagy akár az életed, ha egyáltalában megváltozott és ért ilyen behatás? Abszolút, nálam ez a legmeghatározóbb év, mert úgy igazán ebben az évben éreztem azt, hogy igazán elkezdtem elindulni a felnőtté válás útján, hogy már tényleg nem az a szőkehajú tini kislány vagyok, akit megismert a közönség, hanem a komolyabb dolgok felé is kacsingatok. Mindemellett ugyanúgy megvan a bohókásabb énem, de már sokkal felelősségteljesebben gondolkodom. Igazán többször is átrágok dolgokat, és ez mind a magánéletemre, mind pedig a zenei pályámra is jellemző most már. Úgyhogy azt gondolom, hogy a 2013-as évben kijött dalaim is tükrözik ezt már, ezt a fejlődést. Úgyhogy talán én ezzel tudnám jellemezni, hogy ez a fejlődés éve volt. Lehet, hogy egyben vízválasztó is valahol? Abszolút, tehát ezt nagyon-nagyon érzem, és ez ki is fog hatni szerintem a mostani évre is. Bízunk benne, Csocsász. Neked mit hozott 2013? 2013, hál' Isten, nagyon sok fellépést hozott. Én mindig másfél-két hónapot látok előre. Tehát én még nem tudom márciusban, hogy hol leszek júliusban vagy augusztusban. Én azt nem tudom, mi lesz holnap. Hát egy látnok vagy. Igen, és általában, hál' Istennek, mindig úgy vagyok vele, hogy bárcsak lenne belőlem még több, mint a Mirignél, hogy tudnak menni több felé. Néha nagyon jó lenne. Lenne Csocsász B, Csocsász C. Igen, hát volt már ilyen egyébként, amikor egyszer lefogytam több mint 20 kilót, képzeld el, és hirtelen megváltozott a fizimiskám. Akkor Szlovákiában voltam, és utána megjelent egy újságcikk, hogy hát ezt kikérik maguknak, mert az rendben, hogy Michael Jackson dublőrt küld, de hát azt mi tudjuk nagyon, hogy a Csocsász az nem így néz ki, és hogy már itt felvidéken minket hülyének néznek. Ez egy újságcikk volt, kézzel, utána meg is jelent itthon is. Azt mondja, hát nem volt rossz ez a dublőr, de az eredeti jobb. Hát képzeld el, hát ilyen, ez egy megtörtént sztori, nekem nagyon-nagyon tetszett. Jó, hát ugye az ember mindig változik. A lényeg, hogy a 2013-as év nekem hozott új számokat, új slágereket, amit a kedves közönség. Például olyan számokat, amiket nagyon szeret a közönség, és én is nagyon megszerettem, hiszen ez mindig fontos, hogy az ember meg úgy tudjon újulni, és az a bátorság, hogy egy új számot ugye a műsorodra tűz, hiszen a bevett mulatos sztenderneket mindenki el tudja énekelni, az új számokból ismertet és slágert csinálni, az a nehéz feladat. Ez így igaz, innen folytatjuk. Most következzék ismét Barbie. Hey.
és a látvány, mivé lettetek halott ábrán, a múlt elveszett, hova tűnt a sok barát. Shut